örvendő társán kiindult Budáról. Tudósítást vett a szép magyar hazáról. És rajstóra szedni az új menyecskéket, összejárt sorjában minden vármegyéket. A február végi időszak Magyarországon a tél előzéséről szól. Országszerte számos rendezvényt tartanak ilyenkor. A művelődési házakat jelmezbe öltözött emberek lepik el, hogy előzzék a telet. Bátaszéken is hagyomány a farsang, minden évben valami különlegessel készülnek a lakóknak, mondta Csetönyi László, a művelődési központ igazgatója. Bátaszéken sok éves hagyomány, hogy a farsangot egyfajta búfelejtő előadással vagy színházi előadással zárjuk a Petőfi Sándor művelődési házban, és ezt a tradíciót vagy hagyományt ebben az esztendőben sem szerettünk volna megszakítani. A városi farsangra ezúttal a felvidéki Csavar Színház jött el, és mutatta be a bátaszékieknek Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című eposzát. Csetönyi László azt mondja, hosszú tervezés előzte meg a fellépők kilétét a városi farsangon. Sokat gondolkodtunk, hogy milyen produkcióval kedveskedjünk a bátaszékieknek, illetve a hozzánk érkezőknek. Aztán valami megcsillant bennünk, hiszen amikor tavaly nyáron, augusztusban egészen pontosan Nagysallóban a testvér településünkön voltunk, akkor ott a tájházban láttunk egy produkciót, a Hetényi Csavar Színház előadását, és ez nagyon megtetszett nekünk. Akkor fogad meg a gondolat, hogy egyszer talán vendégül kellene őket látni, és az év elején, 2020 elején kezdtük meg az egyeztetéseket Gál Tamásékkal, és elvállalták, hogy eljönnek ide Bátaszékre, és azon is sokat kellett gondolkodnunk, hogy melyik produkciót válasszuk, viszont hát nyilván a farsang az állarcos bálról, a komédiáról is szól, a nevetésről, nevettetésről egy kicsikét, és ezért gondoltuk azt, hogy a repertoárból Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című művének a feldolgozását választjuk. Csokonai eposza szorosan kapcsolódik a farsangi népszokásokhoz. A felvilágosodáskori költőműve épp az említett ünnepeken játszódik. Tekintsünk most bele a Csavar Színház előadásába. Új pislog, béhul a szeme, két tájéka, kocsonyába fagyott varasbéka. A bénység kiverte púderrel hajait. Kitördelte, ja, kettő kívül a... Úgyhogy ha Bélottyat ajkai kifejté a mamut hamunak, a pöszt... Szösznek ejté. Akár néz először bőr és csont karjára, mint két irhával bévont rakoncára. Lohat mellén csomó ruhák tekeregnek, melyek közt elhelyen csecsék fityegnek.